Csak a minimális munkát végzik a nagy beruházásoknál, amíg a főváros nem dönt az ügyben, mondta Fűries Balázs. Orbán Viktor az 56-os hősöket méltatta az NMH-dévián, a DK kint tiltakozott, egyikük megsérült, mikor kipinték a plakátot a kezéből. A köztársaság újjászületésének napja, október 23-a, Karácsony Gergely szerint, aki fordulópontnak tartja 13-át is. És feltehetőleg megfagyott az a 39 ember, akiket egy kamionban találtak Angliában. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Gajdos Tamás. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Csak a minimálisan szükséges munkákat végzik majd a fővárosi nagyberuházásokon addig, amíg el nem dől, hogy a főváros mely építkezéseket akarja leállítani. Ezt Fűries Balázs nyilatkozta a Magyar Nemzetnek. A Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár azt mondta, levelet írnak minden kivitelezőnek, és amíg el nem dől a beruházások sorsa, takaréklángon dolgoznak csak rajtuk. Hozzátette, az a kérésük, hogy a főváros egyértelműen fejezze ki szándékát, és aszerint járnak el az építkezésekkel. Fűries Balázs a tervezett sporteseményekkel, vagyis a kézilabda Európa-bajnoksággal és az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatban azt mondta, ha a főváros visszavonja a támogatását, akkor lemondják a sportrendezvényeket és felbontják az erre vonatkozó szerződéseket is. Dorosz Dávid is főpolgármester helyettes lehet, tudta meg a Népszava. Alap szerint nem meglepő Karácsony Gergely választása, hiszen Dorosz korábban egyik kampányfőnöke volt, és már az LMP-ben is együtt dolgoztak. Dorosz emellett a Párbeszéd alapításában is közreműködött. Eddig Gyénémet Erzsébet, Tüttő Kata és Kerpel Frónius Gábor neve merült fel főpolgármester helyettesként, ugyanakkor az sem kizárt, hogy a főpolgármesternek összesen 5 helyettese lesz. Tisztogatást ígért az önkormányzati cégeknél Márki-Zay Péter, de azt mondja, hogy nem politikai alapon. Hódmezővásárhely polgármestere a szegend.hu-nak azt mondta, azoktól szabadulnak meg, akik szakmailag nem végeznek kielégítő munkát, akik bűncselekményeket követnek el, lopnak, csalnak vagy hazudnak. A polgármester szerint nehéz megállapítani, hogy a pazarlás és a lopás megszüntetése mennyi megtakarítást hozhat, de, mint mondta, 100 milliós nagyságrendről lehet szó. Az ad erre lehetőséget Márki-Zay szerint, hogy az ellenzéki képviselők a közgyűlésben is többségbe kerültek. A jövő állami alkalmazottainak tartott előadást Kövér László a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A házelnök kijelentette, idézem, a fékek és egyensúlyok rendszere egy hülyeség, azt felejtsék el, annak semmi köze se a jogállamhoz, se a demokráciához. Majd hozzátette, az a baj, hogy egyesek komolyan veszik, hogy fékezni kell a demokratikus akaratnyilvánítás eredményeképp létrejött kormányt, és úgy gondolják, hogy az a demokrácia, ha a küllők közé állandóan bedúlják a botot. Kövér László a sajtó jelenlegi helyzetéről is beszélt. Szerinte most sajtószabadság van, nagyobb is, mint kellene, főleg az internet miatt. Tegnap országszerte voltak megemlékezések az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján. Orbán Viktor a Zeneakadémián mondott beszédet, de kerülte az aktuál politikai témákat, és ezúttal főleg az 56-os hősöket méltatta. Közben kint, az épület előtt kisebb rendbontás alakult ki. Az épület elé a DK szimpatizásai flashmobot szerveztek. Az akció közben megjelent Bede Zsolt, az egyik szélsőjobboldali portál szerzője, és megpróbált kitépni egy táblát egy nő kezéből. A dologból sérülés lett. Flashmobot szervezett a DK a Zeneakadémia elé, ahol a miniszterelnök mondott ünnepi beszédet. A demonstrációt azonban megzavarta a magát a legvadabb jobboldali portálnak nevező vadhajtások.hu szerzője. Október 23-án szenvedtek, meg! Október 23-án! Bede Zsolt széttépte az aktivisták plakátjait, majd szóváltás alakult ki közöttük. A DK szerint Bede bántalmazta is a párt egyik női alkalmazottját, ezért rendőrt hívtak. Bede úr megütötte a kolléganőnket. A DK szóvivője ezután arról kezdett beszélni, hogy az 56-os és a 48-as forradalom is Budapestről indult. Bede Zsolt azonban többször megpróbálta félbeszakítani Barkóczi Balázs beszédét. Most majd szemeket fogtok kilövetni? Az összetűzés a rendőrök intézkedésével ért véget. Tisztelt köztársasági elnök úr! Orbán Viktor az épületen belül már 56 hőseiről szólva arról beszélt, hogy vitte őket a hit, a fiatalság, mert fordítani akartak sorsukon. A villámcsapás fényességével hasított a magyarok elméjébe,
azokéba is, akik nem nemzeti nevelést kaptak, hogy nekünk magyaroknak csak ez az egy hazánk van. Nincs másik. Nincs máshol helyünk a nap alatt, a földgolyónak csak ez a szeglete a miénk. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy haza csak ott van, ahol hazafiak is vannak. És haza csak addig van, amíg a hazafiak többen vannak, mint a muszkavezetők, az idegen zsoldban állók, a mindenkori nemzetközi brigádok magyar tagjai együttvéve. A kormányfő úgy folytatta, a hazát nem ajándékba kaptuk, nem sétalovagláson vagy szerencsejátékon hullott az ölünkbe. És nem maradhat meg, ha meghasonlik az ország önmagával, ha szembe megy azzal, ami élteti, fogalmazott Orbán Viktor. Nem maradhat meg, ha saját múltja és hősei ellen fordul, ha szakít a szabadság, függetlenség és keresztény testvériség hármas fundamentumán létrejött, tiszteletre méltó életformával, amely Európát és benne Magyarországot a világtörténelem legsikeresebb földrészévé tette. A miniszterelnök Márai Sándort és József Attilát is idézett a némileg foghíjas széksorok előtt. Beszédét azonban egy Vas Albert versrészlettel, majd a Gloria Victis, dicsőség az áldozatoknak mondattal zárta. A DK önkormányzati képviselőjét végül mentő vitte el, mert úgy tépték ki a kezéből a plakátot, hogy közben megütötték a mellkasát, ettől pedig zúzódásai lettek. Ezt Vadai Ágnes mondta a Startban. A Demokratikus Koalíció alelnöke elmondta, pártársa azóta már jobban van. Vadai szerint közösség ellenes magatartás lehetett tapasztalni. A párt már jelezte, hogy feljelentést tesznek az ügyben. Ott világosan látszik, hogy egy nagyon kirívóan közösségellenes magatartást lehetett ott tapasztalni ennek a személynek a részéről, aki otromba hangon, viselkedéssel közeledett a DK-sok felé, miközben ott az ott álló DK-sok borzasztóan udvariasan kérték meg őt, hogy menjen el onnan. A köztársasági eszme őrzőjévé tenné Budapestet Karácsony Gergely. A főpolgármester a Városházán tartott ünnepi beszédében az idei ünnepet a köztársaság újjászületése napjának nevezte, hozzátéve, hogy a köztársaság teljes helyreállításához még sok munka kell. Karácsony arról is beszélt, hogy 63 évvel a forradalom után a mostani hatalom megint, ahogy fogalmazott, a saját pénzünkből fenntartott csatornákon hazudik bele az emberek képébe. Ez a mai nap a köztársaság újjászületésének a napja is. Az október 13-ai önkormányzati választás jelentette a fordulópontot Karácsony Gergely szerint, azonban a köztársaság teljes helyreállításához sok munkára lesz még szükség. A főpolgármester hangsúlyozta, Budapestnek olyan helynek kell lennie, amelyben minden magyar otthon érzi magát, még azok is, akik 10 nappal ezelőtt nem a változásra szavaztak. A nemzeti és a lyukazászló ezért nem lehet csak az egyik vagy a másik oldalé. Az országháza és a városháza sem lehet csak az egyik vagy a másik oldalé. A köztelevízió és a közrádió, de legfőképp a jog és az igazság nem lehet csak az egyik vagy a másik oldalé. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a fővárost a köztársasági eszme őrzőjévé kell tenni. Minden rendelkezésre álló eszközzel tennünk kell a szólás, a gondolat, a sajtó, a tudomány és a kultúra szabadságáért. Minden rendelkezésre álló eszközzel tennünk kell az esélyek egyenlőségéért és a jog előtti egyenlőségért. Minden rendelkezésre álló eszközünkkel tüzkedünk kell a szolidaritásért és a testvériségért. A főpolgármester úgy látja, 1956 és 1990 óta hosszú utat tett meg az ország, de mégsem kerültünk közelebb az álmainkhoz. És most újra belehazudnak a képünkbe a saját pénzünkön feltartott csatornákon. Most újra a kiváltságos kevesek a saját érdekeiket nézik a közjó helyett, és most újra fel akarják szedni azt a horgonyt, hogy újra kelet felé forduljanak. Karácsony Gergely szerint ezen túl a hatalom emberei helyett az emberek hatalmára van szükség, és ki kell jelenteni, hogy ezen túl semmit rólunk nélkülünk. Aki egyetért a kurd népírtással, az ne ünnepelje az 56-os forradalmat, mondta Gyurcsány Ferenc a DK forradalmi megemlékezésén. Az MSZP és a Momentum is az ellenzéki áttörésről beszélt a pártok hivatalos programjain. Szabó Tíme, a Párbeszéd társelnöke szerint a győzelem nem jelenthet bosszút. Orbán Viktor egy Vas Albert verset osztott meg Facebook oldalán a forradalomra emlékezve.
A Jászai Maritéri Nagy Imre szobornál emlékezett a DKA az 1956-os forradalomra és szabadságharcra. Gyurcsány Ferenc azt mondta, pártja Nagy Imre örökségének a követője. A DKA elnöke a kurd népirtásról is beszélt. Aki egyetért Erdogánnal és a kurd népirtással, az valójában egyetért az orosz megszállással és a magyar szabadság eltiprásával. Ez a helyzet. Nem sokkal később ugyanitt tartott megemlékezést az MSZP. Kunhalmi Ágnes és Molnár Zsolt helyeztek el koszorút a szobornál, ezután pedig Kunhalmi arról beszélt, hogy a Fidesz minden erkölcsi alapját elvesztette. Ahogy 1956 visszahozta az embereket a közéletbe, úgy idén október 13-án is tömegek mozdultak meg az elnyomó önkényuralmi rendszerrel szemben, amit Orbánék felépítettek. Október 13-án sikerült megakadályozni azt, hogy nyílt diktatúrává váljon Orbán rendszere. Óbudán Göncz Árpád szobránál emlékezett a forradalomra a Párbeszéd. Szabó Tíme a társelnök szintén arról beszélt, hogy az önkormányzati választások eredménye felszabadította a nagyvárosokat. Ez a győzelem nem jelenthet bosszút, nem jelenthet megosztottságot, nem jelentheti azt, hogy tovább ássuk az árkokat. Mansfeld Péter a 18 évesen kivégzett forradalmár emlékművénél mondott beszédet Kendernai János, az LMP társelnöke, aki szerint a mai forradalmárok a klímaváltozásért és a társadalmi igazságtalanságok ellen küzdenek. Az ellenzéki összefogás sikerére utalt vissza Fekete Győr András a Momentum megemlékezésén. Ma, 10 nappal 2019. október 13-a után mindenki látja. Igazat mondtunk. Tényleg van remény. A Jobbik a Korvin közben emlékezett 56-ra. A mi október 23-ánk, október 13-án kezdődött el. Azon a napon, amikor 4 millióan szerte az országban azt mondták, hogy ebből elég volt. A Fidesz egy közleménnyel emlékezett a forradalomra. Azt írták, a magyar mindörökre szabadság szerető nép, amely soha többé nem felejti az internacionalista baloldal diktatúráját. Orbán Viktor miniszterelnök Vas Albert Üzenet haza című versét posztolt a Facebook oldalán, a forradalomra emlékezve. Nagy Imre unokája fontosnak tartaná, ha az emberek nem csak a mártír miniszterelnök emléke előtt tisztelegnének, hanem munkásságát is megbecsülnék. A Rákoskeresztúri új köztemető 56-os emlékhelyén sokan virággal emlékeztek a hősökre. A Magyarok Világszövetsége Nagy Imre mellett a szervezet korábbi tiszteletbeli elnökét, Rácz Sándort ajánlotta a megemlékezés középpontjába. A liberálisok, a forradalmárok és az akkori politikai vezetők sokféleségét hangsúlyozták. Már reggel virágok és mécsesek borították Nagy Imre és a névtelen áldozatok sírját a Rákoskeresztúri új köztemető 56-os emlékhelyén. Sokan családdal, gyerekekkel jöttek el. Volt, aki a 63 évvel ezelőtti emlékeit idézte fel. Például Tóth József, aki részt vett a forradalomban. A jó oldal mellé állok. Én nem ítélem el azokat az embereket, akik másképp gondolkodnak, de mindenképpen a jó oldalt mellé állok, mint ahogy az édesapám is mellé állt, én is mellé álltam. A Magyarok Világszövetsége kiemelten Rácz Sándort és Nagy Imre vértanú miniszterelnököt ajánlotta az idei megemlékezés középpontjába. Rácz Sándor számunkra, a Magyarok Világszövetsége számára, ő az egyetlen forradalmi legitimitással rendelkező második világháború utáni magyar politikus, akit tulajdonképpen rendszerváltó államelnöknek is gondoltak, aztán a történelem másképp alakult. Nagy Imrét pedig méltánytalanság érte. Nagy Imre unokája, Jánosi Katalin, azt tartaná fontosnak, ha az emberek nem csak a mártír előtt tisztelegnének, hanem Nagy Imre államférfiúi munkásságát is elismernék. Százezreket szabadított ki a munkatáborokból, elővetette a koncepciós pereket, de ha csak 56 forradalmi napjait nézzük, hogy visszaállította a többpártrendszert, hogy az országot kiléptette a Varsói szerződésből.
A liberálisok, a forradalmárok és a politikai főszereplők különbözőségére hívták fel a figyelmet. Bősz Anett szerint ma is közös értéket kellene teremteni abból, ami a konzervatívok, a szociáldemokraták és a liberálisok számára fontos. Mindenkinek megvan az egyéni preferencia rendszere, hogy mi az, amit elsődleges értékként ott tart. De hogyha nem válnak közös értékké azok az értékek, amelyeket a három eszmerendszer elsődlegesnek tekint, akkor nem leszünk egy társadalom. A 301-es, 300-as és 298-as parcella síremlékeihez az ünnep után is sokan kilátogatnak. Régi csepelautók és öreg sárga villamos, kórhű ruhák, rikkancsok, puliszka és kolbászos bab. 1956 szellemét idézte mindez a Kossuth téren, ahova a jó idő miatt sok család is kilátogatott. Híradónk pedig olyanokkal is beszélt, akik számára a forradalom nem csak történelem, hanem gyerekkoruk valósága volt. Hosszú kígyózó sor a parlament előtt. Több ezren várták, hogy bejussanak a kupolába, és ott megnézzék a koronát. Volt, aki órákat áldozott rá. Kint a Kossuth téren a szervezők az 56-os hangulatot próbálták megidézni, például ilyen öreg csepel teherautókkal. Olyanok is kíváncsiak voltak ezekre, akik résztvevői voltak az eseményeknek. Ilyen autóval mentünk a rádióhoz. Nem tudtam, hogy mi az, hát buli volt, mentünk aztán, csak ott tudtam meg a rádiónál, amikor már beszéltek, mindent csináltak. És akkor a szomszéd házból megmondták, hogy be kéne olvasni valamit. Volt, aki vidéken élte át 56 októberét. Amikor bejöttek az oroszok, vagy a ruszkik még egyszer, és reggeltől estig mentek úgy, hogy nem lehetett átmenni az egyik utcára a másikra, olyan tömören jöttek. És este, úgy 16 óra, 18 óra fele már sötétedett, akkor megálltak, és az ágyú csövet a házakra. Tehát nálunk is az ablak, pontosan az ablak közepére, úgyhogy bentről a szobából az ágyú csőre tudtuk nézni, és csak annyit tudok, hogy sírtunk. Négy gyerek és az édesanyám. Mindez több mint 60 év távlatából azoknak a gyerekeknek már csak történelem, akik szüleikkel kilátogattak a Kossuth térre, és akik lelkesen másztak fel a régi autókra, öltöztek be forradalmárnak és lengették a magyar zászlót. Az egyik legnagyobb siker itt a Kossuth téren a mögöttem látható fényképezőgép automata volt, folyamatosan hosszú sorok álltak előttem. Ez egyébként kórhű képet készített a már korábban bemutatott csepel teherautókkal a háttérben. Az ATV híradójában Gulyás Eszter riportját látták. Megfagyhattak az áldozatok a Nagy-Britanniában talált halálkamionban. Közben az is kiderült, hogy mindannyian kínai állampolgárok voltak. Összesen 39 holttestet találtak egy bolgár kamionban, a délkelet-angliai Essex megyében a helyi rendőrség közleménye szerint. A kamion szombaton lépett be az Egyesült Királyságba, a hatóságok szerda hajnalban találták meg az áldozatokat. A brit parlament szerda ülésén több képviselő is megdöbbenésének adott hangot, és sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Megállapodott Erdoğan török elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő, hogy a Népvédelmi Egységek nevű kurd milíciának ki kell vonulnia a török határ menti 30 kilométeres sávból. Ennek érdekében Törökország 150 órával meghosszabbítja a tűzszünetet a kurdok evakuálásához. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a tartós fegyvernyugvás elérése miatt feloldja a Törökországgal szembeni gazdasági szankciókat. Megérkeztek az orosz katonai rendőrség egységei a stratégiai fontosságú Kobani városba. Szíriában a határtól 10 kilométerre közösen fognak járőrözni az orosz és a szíriai egységek, hogy ellenőrizzék a kurd kivonulást. A török védelmi minisztérium tájékoztatása szerint nem folytatja az offenzívát Szíriában Törökország a kurd kivonulást követően a jelenlegi hadműveleti területen kívül. Mint mondták, mivel a kurd fegyveresek visszavonultak abból az észak-kelet-szíriai biztonsági övezetből, amit Törökország kíván felügyelni, ezért nem kezdenek újabb hadműveletekbe.
Nagyon biztató, amit az elmúlt napokban látunk, mert azt mutatja, hogy lehetséges politikai úton megoldást találni. Az első követelmény a valódi politikai megoldáshoz az erőszak és a harcok leállása, jelentette ki Jens Stoltenberg, NATO főtitkár, aki kifejtette, hogy már látni a jeleit annak, hogy jelentősen csökkentek a harcok, és kevesebb az erőszak is. Hozzátette, hogy a következő lépésben erre építve kell valódi tárgyalásokon alapuló politikai megoldást találni a szíriai konfliktusra. A kurd vezetésű szíriai demokratikus erők parancsnoka a kivonulásról kedden értesítette Mike Pence amerikai alelnököt, aki a múlt csütörtökön tető alá hozta a tűzszüneti megállapodást. Donald Trump amerikai elnök sikernek könyvelte el a szíriai biztonsági övezet létrehozását, és úgy vélte, hogy így a kurdok is biztonságban vannak, és az iszlám állam terroristái sem szabadultak ki. Az amerikai külügyminisztérium szíriai külön megbízottja kedden a szenátus külügyi bizottsága előtti meghallgatáson közölte, hogy információi szerint több száz halálos áldozata volt a kurdok vezette szíriai milíciák körében a török offenzívának. Össze néhány hétig volt tiszta a Debrecen melletti nagy erdő, akkor önkéntesek kitakarították, azóta valakik újra telehordták szeméttel, pedig az illegális hulladék lerakásért akár börtönbe is lehet kerülni. Már ha elkapnák a tetteseket. Nyár közepén több tonna hulladéktól tisztították meg az önkéntesek a nagy erdőt és környékét. Azóta alig telt el 3 hónap, de már újra tele van szeméttel az erdő. Felháborítónak tartjuk. Igen, tehát ahogy itt sétáltunk, több helyen is láttuk, hogy tárolónak használják, szeméttárolónak az erdőt. Bár lovas polgárőrök is járják az erdőt, ők nem büntethetik a szemetelőket, csak a hatóságokat értesíthetik, ha ilyennel találkoznak. A polgárőrök szerint elkeserítő a helyzet, ugyanis a szabálytalankodók semmivel sem törődnek, félreállnak az autójukkal és kiszórják a zsákokat, majd továbbállnak. Sajnos rengeteg helyen. És nem csak ott, ahol járnak az emberek, tehát futnak vagy bármilyen helyen, hanem ott is, ahol elhagyatott terület van, és oda hordják ki, teherautószámra akár. Az erdőben sportolók azt mondják, sok embert nem érdekel a környezet, ezért a fejekben kellene először rendet rakni. Én azt hiszem, hogy az embereknek a hozzáállását kellene megváltoztatni, hogy abban a környezetben, ahol élünk, ez az egyetlen kincsünk, a nagy erdő, hogy ilyet nem szabad csinálni. Ezt kellene tudatosítani minden debreceni polgárban. Ennél fontosabb nincsen szerintem. A jogszabály szerint illegális szemetelésért akár 2 év börtönbüntetés is járhat. Nem sokkal ezelőtt érkezett a hír, hogy a Magyar Torna Szövetség visszahívta a tisztségéből Borkai Zsoltot. Győr polgármestere ugyanis a Magyar Olimpiai Bizottság tagja volt, ahová a szövetség delegálta. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás lesz a közeli napokban. Szervuszt, köszöntöm a kedves nézőket! Nem kizárt, hogy a következő néhány órában rekordmeleg születik, hiszen a mai napra vonatkozó csúcsérték eddig 27 fok volt, délután pedig akár helyenként 28 fokot is mutathatnak a hőmérők. Többnyire 23 és 28 fok közötti maximumokra készülhetünk. Kicsit hűvösebb idő azokon a területeken lehet, ahol csak lassabban süt ki a nap, a reggelre képződő köd tartósabban megmarad. A délutáni órákban alapvetően egyébként az ország nagy részén napos, száraz időre van kilátás, az északnyugati területeken megélénkülhet, megerősödhet a déli délkeleti szél. És a folytatásban egészen a hétvégéig nagyobb változás nem történik még az időjárásban, azaz frontmentes időre csendes, őszi időjárásra készülhetünk, napos és ködös területek egyaránt előfordulnak majd, a napsütéses részeken bőven 20 fok felett alakulnak majd a maximumok, a tartósan ködös tájakon azonban kicsit hűvösebb időre van kilátás. Aztán a jelentősebb lehűlés a jövő hét elejére érkezhet meg, ekkortól több fokot esik vissza a hőmérséklet, változékonyabb, borongósabb lesz az időjárás, és a jövő hét közepe táján már akár eső is érkezhet. Szép délutánt kívánok mindenkinek, viszontlátásra! Híradók után kezdődik a fórum, a Szlazsánszky Ferenccel beszélgetnek sok mindenről. Többek között mit javasolsz, Feri? Szervusz! Szervusz, Tamás, köszöntöm a kedves nézőket. Tehát a délelőtti témák folytatását javaslom. Orbán Viktor kerülte az aktuál politizálást a tegnapi ünnepi beszédében a Zeneakadémián. Lehetne ez az egyik téma. A másik, hogy miről beszélt Karácsony Gergely a Városháza parkolójában rendezett tömeggyűlésen, koncerten, ünnepi eseményen. Illetve a harmadik téma, hogy Lap
nap értesülések szerint már zajlanak a háttéregyeztetések stadionstop ügyben. A kormány meglepő módon békülékeny hangot ütött meg, amikor is Karácsony Gergely bejelentette, hogy leállítatná a látványberuházásokat a fővárosban. Állítólag már folynak a tárgyalások ennek a mikéntjéről. Azt olvastam, hogy sok szerződést fel kell majd bontani, és sok milliárdnyi megbízás így akkor köddé válhat, aminek akár jogi következményei is lehetnek, és esetleg elmaradhat egy itthoni rendezésű kézilabda világbajnokság, meg atlétikai Európa-bajnokság, vagy éppen fordítva. Szóval ez az egyik téma, illetve a harmadik, amit javasolnék. Feri, most tehát fórum. Foglaljanak, beszélgessenek Szlazsánszky Ferenccel, aztán délután majd találkozunk 17:30-kor, akkor is jövök egy friss híradóval, tartsanak velem, addig is legyen szép a napjuk, a viszontlátásra.